Hogyan blokkoljuk, gátoljuk saját magunkat? Olyan dolgokra összpontosítunk, amelyeket nem tudunk irányítani, mint például más emberek vagy a világ eseményeire. Egyetlen ember általában nem tudja irányítani a többi embert és a világ eseményeit. Ennek megkísérlése megakadályozza, hogy a saját kezébe vegye a dolgokat, vagy hogy egyesítse erőit másokkal. Helyette azok a dolgokra összpontosítunk, amelyekkel nem rendelkezünk. Tehát a cél helyett a hiányra összpontosítunk. Például nem vagyok a hegyen. A helyet, hogy hogyan juthatok fel a hegy tetejére. Más szóval koncentrálni a cél felé vezető útra, itt és most, és elindulni a jelenben. A megoldásokat más embereken keresünk, kint a világban, a helyet, hogy felismernénk, hogy megtalálhatjuk a megoldást magunkban. Ha átvesszük az irányítást, a saját illetünk felett, ha hát cselekszünk a jelenben. Gyakran rossz helyen keressük a megoldásokat. Megpróbáljuk meggyőzni másokat, hogy változtassanak a helyet, hogy megváltoztatnánk a velük szembeni viselkedésünket. Például azzal, hogy távolságot teremtünk azoktól az emberektől, akik nem érdemlik meg a társaságunkat. Ára fokuszálni, hogy én mit tehetek, hogy jobban érezem magam. Ahelyett, hogy hogyan vehetném rá a másikat, hogy úgy viselkedjen, hogy jobban érezzem magam. Gyakran csak a múltra vagy a jövőre összpontosítunk a helyet, hogy a jelenben tanulnánk a múltból, és ezt a tudást a jelenben használnánk egy jobb jövő megteremtésére. Ha csak a múltal vagy a jövővel foglalkozunk, akkor elveszítjük annak lehetőségét, hogy a jelenben cselekedjünk a múlt alapján a jövőért. Leblokkoljunk magunkat a helyet, hogy megváltoztatnánk az életünket. Az irányítás átvitele azt jelenti, hogy ára az egyetlen dologra összpontosítunk, amit irányíthatunk önmagunkra. Ára koncentrálok amin van, a hálára, az itt is mostra koncentrálok, a jelenre. Mit tehettek most? Most mit tervezhetek? Milyen célokat határozhatok meg most? Csak a most létezik, más időnk nincs. Az emlék csak ára van, hogy ne ismételjük meg azt, ami nem volt jó, és hogy újra teremtsük meg azt, ami jó volt. Jelen nélkül nincs jövő, minden teremtés most történik, ami kezünkbe van.